Oké. Köszöntöm a sajtó képviselőit, és hogy ilyen szép számban megjelentek. Miniszter úr hivatalba lépésének alkalmából tartjuk a sajtótájékoztatót. Lesz egy rövid beszéd a miniszter úrnak, és utána lehet kérdezni, illetve választ kapni a kérdésekre. Rövid az időnk, tehát mindenképpen akinek utána interjú igénye lenne, az engem keressen. Természetesen a jövőben is fogunk rendelkezésre állni, ma időkorlátunk van, jó? Tehát ezzel azért mindenki legyen tisztában. Megkérem miniszter úrnak, hogy tartsa meg a beszédét. Hát inkább csak rövid gondolatokat szeretnék önöknek mondani. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, jó napot kívánok. Tekintettel arra, hogy valóban ez az első nap, ezért arra gondoltunk, hogy egy rövid tájékoztatást adnék arról, hogy hogyan indulunk az első nap. Nyilván az első nap után még irányokat lehet látni, de azért szeretnék néhány konkrétumot is mondani. Másrészt, amint tudják, mai nap már egy állománygyűlést tartottunk, ha nem tudják, most megtudták, amint részt vett a miniszterelnök úr is, és a miniszterelnök úr tájékoztatta az itt dolgozókat, az apparátus tagjait, hogy milyen gazdaságpolitikai és kormányzati elvárások vannak, én pedig tájékoztattam a kollégákat arról, hogy milyen gazdaságpolitikai és szervezeti személyi elvárásaim vannak a következő időszak munkájának a tekintetében. Azt is elmondtam a kollégáknak, hogy nyilván én 10 évvel ezelőtt már jártam itt, tehát van arról véleményem, hogy milyen munkának kell folynia, de a 10 évvel ezelőtti működésem milyen tekintetben nem alapja a mostani működésnek. Arra ok az állomány részéről, hogy valamilyen retro hangulat kerítse hatalmába, vagy párás szemmel gondoljanak vissza arra az időszakra. Erre nincs sok, dolgozni jöttem ebbe a minisztériumba, dolgozni fogok, és ebből a szempontból akár dolgoztam már együtt régebben valakivel, akár nem, a munka képezi a megítélésnek az alapját. Amit szeretnék mindenképpen hangsúlyozni, hogy miniszterelnök úr a kormányzati elvárások között elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium struktúrája változatlan marad, tehát abban a szerkezetben dolgozunk tovább a magyar gazdaságpolitikában, ahogy ez 2010-ben kialakításra került, ennek a munkának pedig az iránya nem változott. Tehát az irány marad, továbbra is a 2010-es kormányprogramban lefektetett célokat valósítjuk meg. Ezeket kívánjuk elérni, ezek szolgálják véleményünk szerint Magyarország érdekeit. Az irány tehát továbbra is az, hogy megújítsuk a magyar gazdaság szerkezetét, leküzdjük az adósságot, a deficitet, és növeljük a foglalkoztatást. A gazdaság irányítás eszközei azonban változhatnak, tekintettel arra, hogy ennek a két célnak a teljesülése csak akkor lehetséges, az államadósság és az adósságszint csökkentése, valamint a foglalkoztatás növelése, hogyha ehhez gazdasági növekedés társul. Ehhez pedig az eszközöknek a módosítására is szükség lehet, hiszen ha nincs növekedés, akkor csak átmeneti sikereket tudunk elérni adósságcsökkentésben és foglalkoztatásban. Növekedés nélkül ezek a kormányprogramban lefektetett célok tartósan nem tudnak fennmaradni. Azt is szeretném hozzátenni, hogy azok a nagy átalakítások, amelyek az elmúlt két és fél évben történtek, ezek lezárultak. Miniszterelnök úr az évértékelő beszédében, de itt is utalt arra, hogy újabb nagy átalakításokra nincsen szükség. Azt a finom hangulást kell elvégezni, amely a nagy rendszerek átalakítása után oltatlanul szükséges lesz. Akár egészségügy, akár oktatás, akár adópolitika, ezekben csak olyan kiigazításokat, finomhangulásokat tartok én magam is szükségesnek, amelyek nagy rendszerszerű átalakítással már nem járnak együtt. Adópolitika, ami közvetlenül ugye hozzánk tartozik, a gazdasági minisztériumhoz, itt is azt tartom fontosnak, hogy az élő munka helyett a fogyasztás adóztatására tettük a hangsúlyt. Ez egy helyes irányú elmozdulás volt,
nincs szükség arra, hogy újabb nagy átalakítás történjen adózási területen, a finomhangolásnak az ideje jött el. Én magam személyesen is, és erre kértem a minisztérium apparátusát is, hogy egy kiszámítható, nyugodt és a gazdasági szereplők véleményére nyitott gazdaságirányítást valósítsunk meg a jövőbe. Értő füllel kell hallani a magyar gazdasági szereplők javaslatait, mert meggyőződésem nekem is, és meggyőződésünk valamennyi dolgozónak, hogy a magyar gazdaság szereplői azok, akik a legjobb javaslatokat tudják megfogalmazni a magyar gazdaságról, hiszen nap mint nap működtetik azt. Ahogyan az egészségügyi kérdésekben az orvosokkal tárgyaltunk, ahogy oktatási kérdésekben a tanárokkal vagy érdekképviseletekkel, úgy a gazdasági életben, a gazdaságban, a gazdaság szereplőivel fogunk egyeztetni. Tehát gazdasági kamarák, vagy kamara, a különböző érdekképviseletek, VOSZ, GYOSZ, MGYOSZ, Joint Venture Szövetség, vagy mások, bankszövetség, mindenkivel egyeztetni fogunk, és mindenkinek meghallgatjuk a véleményét. A széleskörű és nyitott konzultációk azt a célt szolgálják, hogy Magyarország a gazdasági növekedés pályájára tudjon állni, beindítsuk a gazdasági növekedést. A bizalom megerősítése a legfontosabb feladatunk, és ennek maradéktalanul eleget fogunk tenni. Három célt tűztem ki magam elé, és ennek jegyében kívánom a munkámat a gazdasági minisztériumban folytatni. Stabilitás, kiszámíthatóság és bizalom erősítés. Három irányban kívánom ezeket a célokat megvalósítani, a gazdaság szereplőinek az irányába, a külföldi befektetők irányába és a közvélemény irányába is. Mindegyik szereplőre szükség van ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak. A három elv pedig, ami mentén ezeket meg lehet valósítani, nyitottság, párbeszéd és együttműködés. Úgy gondolom, hogy ezek lesznek a munkánk alapjai. Nyilván a most következő időszakban az egyik legfontosabb prioritás a gazdasági növekedésnek az ösztönzése, különösen a tavalyi bruttó hazai termékadat fényében. Én örömmel látom azt, hogy a hazai gazdasági szereplők körében egyfajta óvatos optimizmus van, bevételnövekedésre számít a többségük ebben az évben. Ez mindenképpen jó alap lehet arra, hogy közösen tudjunk a cégvezetőkkel egy ilyen optimista környezetben a jövőről majd beszélni és a jövő intézkedéseit tervezni. Ennek érdekében többek között ma már beszéltem a bankszövetség alelnökével, főtitkárával, hiszen ez egyik legakutabb és legérzékenyebb kérdés éppen a devizahiteleket érinti. Ahogy nekik is azt tudtam mondani, hogy nyitott vagyok ezekre a megbeszélésekre, párbeszédre, a javaslatokra, úgy más érdekképviselet számára is ezt tudom felajánlani, ezt tudom mondani. Nyilvánvaló az ő számukra is azt tudtam mondani, hogy csak olyan előterjesztések fognak készülni, csak olyan módosítások készülnek a gazdasági minisztériumba, amelyben az álláspontjukat el tudják mondani, és amelyben meg tudjuk ismerni, hogy a bankszövetség képviselői az adott kérdésben mit gondolnak. Néhány szót a személyzeti ügyekről. Ugye ma reggel kezdtem a minisztériumban, és rendezetlen személyi kérdések vannak. Ezeket minél hamarabb, már ezen a héten szeretném lezárni. Tudják jól, hogy a elődöm egy jegybank elnök lett, és az ő távozásának a következtében több kollégája is vele tartott, csatlakozott hozzá. Nyilván ez óvatatlanul előhoz olyan személyi ügyeket, amelyeket korábban az ember nem tervezett. Ugye a mai tudásunk szerint három államtitkári és öt helyettes államtitkári poszt üresedett meg a minisztériumban. Ezeknek a betöltése tehát egy sürgős feladat annak érdekében, hogy a minisztérium működőképességét fenntartsuk, és a minisztérium gazdaságpolitikában betöltött szerepe az stabil és változatlan maradjon. Ennek jegyében is szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a meglévő államtitkárokkal kívánok a jövőben együtt dolgozni. Tehát azok az államtitkárok, akik a minisztérium munkatársai jelenleg is, Naszfadi György, Csif Havai Zoltán, Comba Sándor és Szatmári Kristóf, a jövőben is számítok a munkájukra.
a következő napokban természetesen elvégezzük azt az egyeztetést, azt a finom hangolást, ami az ő általuk vezetett területeknek a koordinációját és működéseit, vagy rendezetlen személyi kérdéseit illeti. Azért, hogy a minisztériumban az átadás-átvétel is minél problémamentesebben megtörténjen, ezért előterjesztést teszek a miniszterelnöknek, a közigazgatási államtitkárnak a kinevezésére. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy Gondos Judit asszony lesz a jövőben majd a minisztérium közigazgatási államtitkára. Ő jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatalban főtanácsadó az elnök asszony mellett, de szeretném, hogyha jövőben ezt a munkát végezni. Ma már ő is itt az állománygyűlésen be tudott mutatkozni a kollégák számára. Akik ismerik, tudják, hogy korábban is dolgoztam vele együtt. Részt vett most az elmúlt években az adóhivatal és a vám és pénzügyészség összevonásának a munkájában. Ismeri az adózási területet, ismeri a pénzügyminisztérium korábbi működését, tehát azt gondolom, hogy egy jó alap lesz arra, hogy a személyi kérdéseket és a szervezeti szükséges átalakításokat vele minél hamarabb lebonyolítsuk. A sajtószóvő személyében is változás történt. Csillik Zita asszony lesz a jövőben, aki a munkámat segíti. Forduljanak hozzá bizalommal. Ha engem nem tudnak elérni, az ő telefonja akkor is elérhető lesz. Ha őt sem tudják elérni, akkor nem tudom, mi a helyzet, de akkor is az önök ügyességére bízom, hogy az adott kérdésre vagy problémára választ tudjanak találni. Kabinetfőnököm dr. Rákosi Balázs, ő vele már 2,5 éve együtt dolgozunk, a miniszterelnökségen is a kabinetfőnököm volt. Ebből a szempontból tehát ő változatlanul a munkámat fogja segíteni. Még néhány mondat talán. A szakmai megerősítés mindenképpen fontosnak tartom. A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai munkáját erősíteni kell a jövőben. Erősíteni kell azt a bizalmat, amely legfőképpen a piacok irányából mindenképpen meg kell, hogy legyen egy jó gazdaságpolitikához. Tehát szeretném, hogy a Gazdasági Minisztériumban készülő jelentések, beszámolók, közlemények, azok a jövőben majd olyan szakmai minőséget érnének el, hogy arra bizton nyugodtan tudja mindenki a munkáját építeni a szélesebb nyilvánosságban is. Precízebb tervezést kérek a kollégáktól, hiszen itt azért az elmúlt időszakban volt olyan, amikor ez a munka nem teljes egészében valósult meg. És hát fontosnak érzem, hogy azokon a területeken munkaügy, foglalkoztatáspolitika, az adózási kérdések, adópolitikában pedig, ahol a minisztériumnak egyfajta irányadó, befolyásoló szerepe van, például állásfoglalások kiadásában, ott pedig világosabb és egyértelmű döntések szülessenek. Ugye én magam is tapasztalom, hogy többször a vállalkozók, gazdasági szereplők fordulnak hozzánk olyan ügyekkel, amelyben a minisztérium egymásnak ellentmondó vagy eltérő állásfoglalásokat bocsájtott ki. Ezt az időszakot le kell zárni, és egyértelművé kell tenni, hogy mely kérdésekben mi a minisztérium szakmai álláspontja. Az elkövetkezendő napokban a háttérintézményeket is végig fogom látogatni, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Kincstár, az Államadóságkezelő Központ és más intézményekben is látogatást teszek, az ottani vezetőkkel konzultálni fogunk a teendőkről, és a folyamatban lévő ügyeket, munkákat, előkészítés alatt álló ügyeket pedig át fogjuk tekinteni. Röviden ennyit kívántam elmondani, amennyiben kérdésük van, akkor állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Akkor először a Reuters. Válaszolok rá, tehát mire többen jelentkeztek, gondoltam, hogy összegyűjtünk kérdéseket, de egyszerűbb a személyre szabott kérdésre, személyre szabott választ adni. Ami a forint ügyét illeti, 2013-as költségvetés, amelyet még az előző amelyet a parlament tavaly fogadott el, még az előző tárcavezetést terjesztett be, bocsánat,
az 285 forintos euró árfolyamra van elkészítve és kiszámolva. Tehát a kormánynak ez a valuta árfolyam az egyik képező, a kormány gondolkozásában és a kormány gazdaságpolitikájában ez képezi az egyik horgonyt, és én azt gondolom, hogy nekünk ehhez kell tartani magunkat. Az, hogy a devizapiacokon milyen hullámzás alakul ki, ezt mindig az élet hozza magával. Van, amikor ennek belső, nem is annyira gazdasági okai lehetnek, van, amikor külső okok játszanak nagyobb szerepet. Én ezzel rövid távon nem kívánok foglalkozni, nekem a költségvetéshez kell tartanom magamat. Természetesen, hogyha az árfolyam tartósan és nagy mértékben tér el attól, mint amit a magyar parlament tavaly decemberben elfogadott, akkor a kormány a szükséges reakciókat erre megteszi. Ami a devizahiteleseknek az ügyét illeti, a bankszövetség vezetőivel ma reggel erről is beszéltünk, mint Gyuris Dániel, mint pedig Kovács Levente úrakkal. Én azt gondolom, hogy itt azokat a meglévő eszközöket kell elsősorban használni, amelyek már rendelkezésre állnak. Ezeket még nem teljes egészében használtuk ki. Ezeknek a finom hangulására vagy módosítására is szükség lehet. Ebben a mai helyzetben új eszközöknek, vagy ennek az eszközrendszernek a bővítését nem tartom célszerűnek. Tehát a deviza hitelesek ügyében kétszer mérni, egyszer vágni, ahogy mondtam is önöknek, a bankszövetséggel ebben az ügyben folyamatosan egyeztetésben vagyunk. Nem csak most, egyébként a múlt héten is ezekkel a vezetőkkel én többször konzultáltam ezekben az ügyekben. Amivel kezdtem a vezetőmet, azt tudom most itt megerősíteni, hogy csak olyan módosítások, csak olyan változtatások képzelhetők el, amelyekről tárgyalunk a bankszövetséggel, és amely kérdésekről a bankszövetség álláspontját meg tudjuk ismerni, és ezt az álláspontot a kormányzat is mérlegelni tudja. Tehát a mai helyzetben is azt tudom mondani, hogy egy erős partneri viszonyra van szükség. Nyilván minden történetnek, minden kapcsolatnak vannak előzményei. Én a bankszövetség vezetőjétől is azt kértem, hogy egy új miniszter lépett hivatalba. Nyilván habitusom, stílusom eltér talán az erődömétől. Próbáljunk arra törekedni, hogy ez az új kapcsolat egy eredményes kapcsolat legyen. Tessék. És azt pedig idézem, arról szólt, hogy ő egy rossz konstrukciónak, egy hibás terméknek tartja a devizában nyilvántartott forint hitelt, és azért azt mondja, hogy a fogyasztónak a folyósítás napjának dátumával a bank által forgalmazott másik termékre, vagyis forint hitelre váltani joga van ez. Azt mondta, hogy az előző tárgyalatvezetővel tárgyalt erről, és pozitív visszajelzést kapott. Ön hogy áll ezzel a kérdéssel? Azt mondta, hogy nem kell újabb forrásokat bevonni, és ez megoldaná a problémát. Nem ismerem a biztos úrnak ezt a javaslatát. A következő napokban vele is konzultálni fogok. Nyilván kérek tőle egy tájékoztatást arról, hogy eddig milyen munkát végzett, és mely kérdésekben mi volt az álláspontja. Tájékozódni szeretnék majd arról is, hogy ezekben a kérdésekben volt egyeztetés a gazdasági minisztériummal. Egyelőre elég egyen meg ennyivel, a következő napoknak az egyik fontos beszélgetése lesz, hogy a pénzügyi biztos úr álláspontját ezekben a kérdésekben megismerjem. MTI. Köszönöm. Nagyon fontosnak érzem, hogy a gazdasági növekedéshez partnerekké váljanak, partnerek tudjanak lenni a Magyarországon működő kereskedelmi bankok. A hitelállomány növekedése nélkül nincs beruházás növekedés, a beruházások növekedése nélkül nincs gazdasági növekedés, vagy csak szerényebb ütemű. Nem állítom, hogy csak és kizárólagosan a bankrendszeren keresztül, a pénzintézeti rendszeren keresztül tud növekedni a magyar gazdaság, de hogy az egyik kulcsszereplője ennek a
területnek a bankrendszer, abban biztos vagyok. Tehát éppen ezért én egy fontos partnerként tekintek a hazai bankrendszerre. Vannak megoldatlan problémák, vannak elvaratlan szálak, a devizahitelesek ügye pont erről szól. Ahhoz azonban, hogy a hitelállomány növekedjen, mindenképpen szükség van arra, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyben partnerként tud részt venni a magyar kormányzat, és amelyben partnerek tudnak lenni a bankok. Ebben a tekintetben örömteli, hogy már korábban az elődöm hivatal idejében megindult február folyamán egy egyeztetés. Én ezt az egyeztetést folytatni fogom, és nagyon bízom benne, hogy egy olyan konstrukciót tudunk találni, amely összességében a bankok számára is elfogadható, összességében az ő működésüket is könnyíti, ugyanakkor pedig a kormány számára fontos hitelállomány növekedésével jár együtt. Ugye a vállalati hitelállomány több mint 7000 milliárd forint, ennek az 1%-os növekedése a bruttó hazai termék növekedéséhez 0,5%-ban tud hozzájárulni, tehát egy kulcskérdésről beszélünk. Bízom abban, hogy olyan kompromisszumot tudunk találni, amely mindkét fél, vagy minden fél számára elfogadható. Bocsánat, még volt egy kérdése az előbb a hölgynek, amelyre itt csak félig nem válaszoltam, ez a jegybankkal való együttműködés. A jegybankkal egy stratégiai együttműködést tervezünk, egy olyan együttműködést, amely a célokban való egyetértésből vezethető le. Tehát azt gondolom, hogy az egy helyzeti előny, hogy Matolcsy György az elmúlt 2,5 évben tagja volt a kormánynak, ismeri a kormányzati célokat, ismeri a gazdaságpolitikai célokat. Ezekben, ha egyetértés van, és ezekben valószínűsítem, hogy egyetértés lesz, akkor mindenképpen jó esély van arra, hogy egy olyan együttműködést alakítsunk ki a jegybankkal, ami a gazdaságpolitikai célok megvalósításában mindenféleképpen előnnyel tud járni. Gergely András, a Bloomberg-től. Az előbbi válaszában azt mondta, hogy ha nagyon tartósan és nagy mértékben térne el a forint árfolyama ettől a 285-ös szinttől, akkor a kormány valahogyan reagálna. Ezt úgy értette, hogy a költségvetést kéne átírni, vagy piacon is valamilyen módon reagálna? Hát én abból indulok ki, hogy az elmúlt 2 évben azért egy átmeneti hullámzás után a piac mindig megnyugodott, és visszakorrigált arra a szintre, vagy abba a tartományba, ahogy azt korábban a kormány tervezte. Most is ezt várom, tehát átmenetileg tekintem ezt a forint gyengülést, és abban bízok, hogy rövid időn belül az árfolyam megnyugszik, és ez a fajta volatilitás ez nem lesz jelen a magyar forint árfolyamában. Úgyhogy azt tudom önnek mondani, hogy adjuk egy kis időt a forintnak is. A kormány egy cselekvőképes kormány, parlamenti többség jelentős, ez mindenképpen egy akcióképességet ad a kormánynak, a szükségét látjuk, be tudunk avatkozni, egyelőre most még átmenetinek tekintjük ezt a fajta forint árfolyam változást. Azt mondta, hogy a minisztériumtól szakmai munkát vár el, vagy magasabb színvonal szakmai munkát, ez azt jelenti, hogy az eddigi munkával nem színvonalával nem elég elégedett. A másik pedig, hogy arról beszélt, hogy bizalmat szeretne építeni külföld felé is. Ezt mennyire tartja összeegyeztetetőnek azzal, hogy 2 órával ezelőtt a miniszterelnök úr a parlamentben egy elég kemény kirvanást intézett az energiaszektor ellen, és ugye az első rezsicsökkentésnek az árát is a vállalati szektor fizeti meg, hogy ez mennyiben összeegyeztethető ezzel a bizalom erősítéssel, amit említett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát szakmai munka adott. Annak a minőségét mindig lehet javítani, és én is erre készülök. Valószínű minden eddigi hivatali elődöm ezzel a szándékkal érkezett a minisztériumba. Van, akinek ez sikerült, van, akinek ez kevésbé. És hát nyilván van olyan elődöm is, akinél ez éppen ellenkező irányú volt. Én arra emlékszem vissza, hogy 10 évvel ezelőtt azért a szakmai közvélemény, a befektetők, az elemzők egy jelentős része, hogyha valami konkrét és biztos információt akart kapni, akkor a pénzügyminisztérium szakmai anyagait lapozgatta vagy tanulmányozta. Ez a helyzet egy picit megváltozott az elmúlt években.
Én azt szeretném, hogyha vissza tudnánk állni arra a minőségre és arra a szintre, hogy ezek a szakmai anyagok megbízhatóak, használhatóak, lehetőség szerint híven tükrözik vissza azokat a folyamatokat, amelyek a gazdaságban zajlanak. Tehát egy erőteljesebb szakmai munka az sohasem hátrány, vagy sohasem kár. Én azt gondolom, hogy ebben van mit teljesíteni, és tekintettel arra, hogy a gazdaságtervezési területen az államtitkár és a helyettes államtitkár is távozott, ezért lehetőség van arra, hogy olyan emberekkel erősítse majd meg a szakmai apparátust, akik ennek az elvárásnak fognak nagyobb mértékben megfelelni. Ami a külföldi cégekkel való vitát illeti, nyilván viták eddig is voltak, és a viták jövőben is várhatóak. Tehát senki ne gondolja azt, hogy egy új miniszter érkezésével az összes ilyen vitát le tudjuk zárni, meg tudjuk szüntetni. Tehát nem csak külföldi cégekkel, de magával az Európai Unióval is vannak vitáink, különböző kötelezettségszegési eljárások vannak Magyarországgal szemben, amelyben az álláspontunkat ugye fönntartjuk. Tehát a vitáktól nem szabad félni. A probléma akkor van, hogyha a felek álláspontjának a megismerése nélkül zárunk le vitákat, és ugye azt se zárjuk ki, hogy néhány ügyben pedig a kormánynak lehet igaza. Tehát szerintem ezeket a vitákat le kell folytatni. A gazdaság minden szereplőivel arra törekszünk, hogy az intézkedéseink kiszámíthatóságot, stabilitást és nyitottságot tükrözzenek. Tehát én ezt tudom ígérni, vannak olyan felvetések, amelyek a politika világából érkeznek, erőteljesebben befolyásolhatják a gazdasági szereplők életét, de ezekben a kérdésekben is lehetőség van arra, hogy az adott szövetségen, érdekképviseleten keresztül ezeket az álláspontokat mi megismerjük, és utána hozzunk csak döntéseket. Tehát itt a kiszámíthatóságot tartom fontosnak ezekben az ügyekben. Vidomán Tamás vagyok, üdvözlöm. Miniszter úr, áprilisban kell elkészülni a konvergencia programnak, hogy az Európai Bizottság a legutóbbi előrejelzésében 3,4%-os hiányt lát az idei bőcsővel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy fontos tételeket nem vett figyelemben. Az eddig gyakorlat azt mutatja, hogy az Európai Bizottság a saját számításának hisz, úgyhogy valószínű, hogy valamit el fog várni Budapesttől. Eleget teszünk ezeknek az elvárásoknak? Lesz valami módosítás a bőcsőben? Hát ugye apró módosítások most is vannak, de ezeket én nem tekintem rendszer szintű módosításoknak. Ugye a hétvége egyik erőterjesztése már a nevemhez fűződik, bár ezt még az előző tárcavezetés készítette elő. Nyilván nekem kellett ezt már péntek délután benyújtani. Én azt gondolom, hogy ha már ezt az esetet említettem, ezt a 30 milliárdos történetet, itt sem arról van szó, hogy a hiányszám módosul, hiszen államháztartási kereten belül az egyensúly az megvan. Tehát az 5000 fő fölötti lélekszámú településeknél az adósságátvallásnak a pontosítása, valamint a kórházak költségvetési intézményi alakítása, az nem az a fajta módosítás, ami egyébként a hiánymutató államháztartási szintű módosításával jár. Kétségkívül tényes, hogy a központi költségvetés számai azok módosulnak, de egyébként államháztartási szinten nincs módosítás. Ami a konvergencia programot és a nagy költségvetés, az össz államháztartási költségvetést illeti, azt tudom mondani, hogy ugye két hónapon vagyunk túl, eddig a számok nem indokolják azt, hogy hozzányúljunk az államháztartásnak a számaihoz. Az Európai Unió, az Európai Bizottság aggályai alapvetően abból fakadnak, hogy Magyarország, de a tágabb Európai Unió és az eurozóna gazdasági teljesítményei szerényebb volt tavaly utolsó negyed évben. És akkor ugye azt mondják, hogy részben a gazdasági növekedés visszaesése, részben pedig olyan technikai tételek, amire ön is utalt, ugye mondjuk ki elektronikus UDI fizetési rendszer bevezetése, a pénztárgépek összekapcsolása a NAV adatbázisával. Tehát ezeknek az intézkedéseknek az esetleges elhúzódása befolyásolhatja, vagy kockáztathatja az idei év számainak a teljesülését. Én azt gondolom, hogy az első negyedévet gazdasági növekedés számai tekintetében érdemes megvárni. Ezt tartom irányadónak az államháztartás számaira is, ami pedig a úgynevezett technikai tételeket illeti. Hát ott február közepén a kormány a munka felgyorsításáról döntött, tehát ebben a fél évben mind a két intézkedésnek meg kell valósulnia, és mind a két intézkedésnek teljesülnie kell. Tehát ez
mondatja velem azt, hogy egyenlőre költségvetési módosításra nem látok indokot. Népszabadság. Jó, bocsánat. Jó, ugye azt kapod. Igen, Reuters. Köszönöm szépen, Dunai Márton vagyok Reuters-től. A miniszter urat szeretném tudósítani a pénzpiaci fejleményekről. Az előző megjegyzése után mi szerint a kormány, hogyha szükséges, tud tenni a forint gyengülés megakadályozása, illetve erősítése érdekében, egyből a forint kicsit erősödni kezdett. Viszont azt ezzel együtt jár az is, hogy kíváncsi nagyon a piac arra, hogy mégis mire gondolt, amikor ezt mondta, hogy pontosan milyen eszközökkel lehetne ezt elérni. Úgyhogy bármi egyéb információt tűkönülve várnánk erről. Köszönöm. Én nem azért mondtam, amit mondtam, mert bizonyos pozíciókat építettem ki, tehát aki esetleg erre gondolt, az rosszul gondolkodik. Pénzügyminiszterként és gazdasági miniszterként is tartom magam ahhoz, hogy semmilyen olyan tőzsdei műveletben nem veszek részt, vagy valuta spekulációban, ami a munkámat érintheti. Én ezt azért mondtam, mert a kormányzat a január közepi első kormányülés óta azért aktívan foglalkozik mindig gazdaságpolitikai kérdésekkel. És folyamatosan mérlegeljük azt, hogy a gazdaság teljesítménye, a gazdaságpolitikai, vagy a gazdasági tendenciák, a gazdasági folyamatok, azok eltérnek-e attól, amit terveztünk, vagy sem. Mindig rendelkezünk azzal a tervel, A-tervel, B-tervel vagy C-tervel, ami ahhoz szükséges, hogy ilyenkor használjuk azokat az eszközöket, amelyek a piaci bizalom stabilizálásához szükségesek. Tudom, hogy ennél többet szeretne írni, de azt kérem, hogy elégedjen meg ennyivel. Pénzügyminiszterként, valamint az IMF-fel való tárgyalásokért felelős miniszterként elég sok olyan eszközt gyűjtöttem össze a noteszemben, amit, hogyha szükséges, akkor alkalmazni tudunk. Nyilván kormányzati döntés is szükséges egy-kettőhöz, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az a fajta kitettség, amivel az ország ma rendelkezik, nem csak az államadósságra gondolok, hanem a lakosság eladósodottságára, a vállalatoknak az eladósodottságára, az a kormányt nem teszi érdekelti abban, hogy a forint árfolyama tartósan gyengüljön. Tehát a 285 forintos árfolyam szintet azért is tartom fontosnak, mert a kormány olyan lépéseket tesz és fog tenni a jövőben, amely ennek a szintnek az elérését tehetik reálissá. Nekünk nem érdekünk az, hogy az ország devizakitettsége az korábbi magas hitelállomány miatt az nőjön. Ezért csökkentettük az államadósságot, ezért csökkentjük a hiányt, ezért próbáljuk tartani a 3% alatti államháztartási hiányt. Ezért javasoltunk olyan eszközöket és vezettünk be az elmúlt időszakban, amely csökkentette a lakosságadósság szintjét, majd csökkentette az önkormányzati adósság szintet. Tehát ebbe a logikai sorozatba nem illik bele az, hogy a forint árfolyama tartósan gyengüljön. Köszönjük szépen a lehetőséget. Miniszter úrnak most el kell menni a parlamentbe, egyéb elfoglaltságai vannak, jó? Én mindjárt visszajövök, jó? Köszönjük. Köszönjük.